Bergeweise Paprika, Ungarns rotes Gold. Doch die Konkurrenz aus China, Wetterextreme und Arbeitskräftemangel machen den Paprikabauern das Leben schwer. Peter Szabo ist Paprikabauer mit Herzblut. Aber seine Familie leidet darunter. Szerelmes a paprikába. Tehát neki előbbre van, én úgy érzem, és sokszor mondom neki, hogy mindig a paprika. Seit mittlerweile 12 Jahren baut Peter Szabo Paprika an, auf 5 Hektar Land. Anfang Oktober, die letzten Schoten werden reif. Die Bauern hier leben mit und von der Paprika. Ungarische Küche ohne dieses Gewürz? Unvorstellbar. Jelenleg 3 féle Paprikát termesztek. Mégis a 3 édes paprikának megvan az egyiknek a jellege, hogy édeskés, a másiknak illatos, a harmadiknak meg pedig nagyon jó a színe. És ezt szoktuk keverni, és a 3-nak a vegyülete, vagyis a keveréke ad egy olyan ízt, aminek csak én tudom az arányait. In der ungarischen Tiefebene nahe der Donau sind die Böden fruchtbar. Beste Bedingungen für die Paprika. Peter setzt auf alte Sorten, regenerative Landwirtschaft und Handarbeit. Magyar ember, én Kalocsán születtem, itt a legfőbb fűszerpaprika termesztő vidékről beszélhetünk, hiszen generációk óta a nagyszülők, a szülők, mi gyerekek is. Ideale Böden, unzählige Sonnenstunden und das von Generationen gesammelte Wissen über Anbau, Trocknung und Verarbeitung machen die Region Kolocsa zum Paprikazentrum Ungarns. Christoph Kolumbus hatte die Pflanze einst nach Europa gebracht. Mit den Türken kam sie letztlich im 16. Jahrhundert nach Ungarn. Seitdem hängen die roten Schoten zum Trocknen in Petersdorf Batja. Noch vor der Wende war Ungarn mit bis zu 200.000 Tonnen jährlich der 5. größte Paprika-Exporteur der Welt. Doch die Produktion ist rückläufig. A kis paprikatermesztők Magyarországon helyzetben vannak, szerint a fizikai munkaerő, a gépesítések, az energiaválság, a munkabérek kitermelése egyszerűen minden évben arra késztette a gazdákat, vagy már a vállalkozókat, hogy lecsökkenjen ez a termesztés. Auch für Peter wird es Jahr für Jahr schwieriger. 2011 hat seine Wohnung in Budapest verkauft und den Familienbetrieb übernommen. Auf dem Hof wird Paprika getrocknet und gemahlen, wie seit Jahrhunderten. Seine Schwester Susanna hilft am Wochenende. Doch unter der Woche arbeitet sie in einer Brauerei. Auch Peter hatte eigentlich eine andere Vorstellung von seiner Zukunft. Ich wollte nicht Paprika termesztőn lenni. Hát minden barátom foci meccsen járt, meg strandra, meg csajozni. Nekem meg azért a szülők, nagyszülők megkövetelték azt, hogy legalább egy 2-3 órát dolgozzak. Tehát így próbáltak belevezetni a munka világába, és elmagyarázni, hogy ez egy érték, ez egy családi
termék, amit szeretnénk, hogyha tovább vinnének az unokák. Én meg csak persze, persze bólogattam, és valahol a lelkem mélyén megfogadtam, hogy nincs az a pénz, hogy én paprikát fogok termelni. És tessék, itt vagyok, mint paprika termelő 40 év után, vagy 35 év után. Wenige hundert Meter weiter, der Gemüsegarten von Peters Mutter Anna. Die Rentnerin war zwar nie Vollzeitlandwirtin, hat ihrem Sohn aber viel beigebracht. Der hat mich még jártunk dolgozni. Tehát hivatalosan jártunk dolgozni, és délutánonként, meg hétvégenként akkor termeltük a paprikát. Meg akkor csináltunk meg vele mindent. Peter hat 8 Jahre in England gelebt und hatte dort einen lukrativen Job. Doch der Geruch der Erde und der Geschmack der Heimat zogen ihn wieder nach Hause. Hát onnan szerette meg, hogy nem talált ilyen szép paprikát, és azt mondta, majd ő megcsinálja, hogy az igazán szép legyen, úgy, ahogy mi valamikor csináltuk. Hát nem, ez tőlünk örökölte. Hinter dem Gemüsegarten stehen die Gewächshäuser, in denen Peters Onkel Jani und Peters Vater Lotzi im Frühjahr die kleinen Paprikapflänzchen ziehen. Auch wenn die Paprika längst auf die Felder umgepflanzt worden sind, hier wartet immer Arbeit. Az is kell 3 évente cserélni, mert ha nem is szakad szél a fólia, akkor elmattul. Jól mondom, Jani? Elmattul. A zibolyátúli sugarak nem úgy mennek a növényre, ahogy kell. Azért 2 hete már azon idegeskedek, hogy mikor lesz olyan idő, hogy alkalmas legyen a fólia cserére. Mert ugye eső, a hideg, a szél, ezt nagyon ki kell várni. Volt már rá példa, hogy ilyen szélcsend volt, és amikor elkezdtük húzni, nem tudom, hogy honnan, jött egy ilyen széllökés, aláment a fólia alát, megemelte, és akik tartották a kötelet, volt, amikor 2-3 méter magasra fölemelkedtünk, azt el kellett engedni, mert különben elvisz bennünket. Tehát nagyon-nagyon ki kell esni ezt a jó időt, ahhoz, hogy a fóliát ki tudjuk cserélni. Kein Kinderspiel. Vor allem nicht, wenn man 74 und 78 ist. Hát apukám nagyon fontos szerepet tölt be, ugyanúgy, mint anyu vagy a testvérem, hiszen nagyon sok munka folyamatán nem tudok ott lenni, ilyenkor ők segítenek be nekem, hiszen kell egy kontroll, hogy meglegyen a minőség. Tehát azért nélküle még a mai napig nagy bajban lennék. Wenn Peter die Paprika vom Feld geholt hat, füllt sie in Säcke. Diese Säcke hängen dann 4 bis 8 Wochen zum Trocknen an den Regenrinnen. Jeder Sack 10 Kilo. Hát a szárítási technikát azt már az őseink kitalálták. Ezt régen nem ilyen mi szalámi zsákoknak hívjuk, mert úgy néz ki egy rasel zsák, mint a szalámi, hanem régen fölfűzték a paprikát egy hosszú cérnád, és kilógatták a házak köré. Kézzel kiszedték ugyanúgy a csutát, és nem egy szeletelőgép végezte a hasítást, szárítás előtt, hanem késsel fölvágták, és úgy szárították a paprikát. Hogy valójában ezt kitalálta ki, azt nem tudom, de nagy zseni volt, az biztos. Én ezzel nem akarok változtatni. Und nebenbei ist diese Traditionspflege das beste Fitnesstraining. Zurück bei der Rentner-Einsatztruppe. Jani und Lotzi wollen die neue Folie aufs Dach bringen. Ihnen fehlt zwar die Kraft der Jugend, dafür haben sie jede Menge Erfahrung. Sind die kleinen Paprika auf dem Feld, wachsen in den Gewächshäusern Chrysanthemen. Das bringt einen kleinen Zusatzgewinn. Aber die Arbeit ist einsam geworden. Ezek alákába vetették a palántát, a paprikát ültettek, a paprika szedéstől kezdve végig. Még a
régebben még, mikor fával fültöttek a paprika szárításhoz, még ott is összefogtak, mert kimentek az erdőbe, mert az erdészet megengedte, hogy a rőzsét és a ágakat, a tuskókat, ami nem volt hasznosítható, szintén kalákába, mert ugye egy ekkora tuskóval gazda nem bírt el magától, hanem kellett vagy a szomszéd, vagy a rokonság, és ez így működött. Azért van neki nagyon nagy előnye ennek, nagyon nagy előnye. Heute gibt es keine Kolaka, keine Paprika-Gemeinschaft mehr. Sogar bezahlte Arbeitskräfte zu finden, ist schwierig. Ott, ha húzza, akkor alud egy kicsit, mit a szél ide? Megyek, már ott vagyok. Azaz. Jó, most már fog menni. Mai világban egyszerűen nem tudom, hogy nem akarnak dolgozni. Tehát ha fölkínáljuk nekik a munkát, a lehetőséget, egyszerűen, ha gondol egyet, akkor eljön, előbb megkérdezi, hogy mit kell csinálni, és akkor ő eldönti, hogy ha nehéz, akkor kitalálja, hogy most ide megyek, oda megyek, nem érek rá, és akkor nem jön. A másik az, hogy megígéri, az akkor se jön. Tehát nagyon nehéz, nagyon nehéz. Csak óvatosan. Jó. Tehát nagy odafigyelése és családon belül, meg a rokonságon belül, ez nagyon, nagyon így a leggazdaságosabb, meg a leggyorsabb. Deswegen hat Peter seine Paprikaproduktion reduziert, auf die Menge, die er mit Hilfe seiner Familie produzieren kann. Pro Jahr sind das 4 Tonnen. Die Paprika werden aufgeschlitzt und im Ofen nachgetrocknet, bevor sie dann in mehreren Schritten gemahlen werden. Die Hygienestandards sind hoch und die Maske Eigenschutz. Meg nagyon erős a paprika. És a port belélegezve köhögni kell, vagy nem tesz jót a tüdőnek. Der Ablauf ist akribisch festgelegt. 18 Stunden bleiben die Paprika im Trockner, bei knapp unter 50 Grad. Nur so hält die Frucht noch genug Wasser und das Gewebe bleibt intakt. Peter ist da ganz genau. Ezt a szakmát szeretni kell. Tehát a pénzért dolgozunk, de ahhoz minőséget is kell csinálni. Na most bizonyos alkalmazottak nem érdeklik az, hogy milyen minőségű legyen a paprika. Tehát ez nekem nagy probléma. Tehát a lényeg az, hogy meglegyen a munkaóra, meglegyen a bér, és nem érti igazából a folyamatot, annak ellenére, hogy 20-szor elmagyarázzuk. Peter überwacht jeden Arbeitsschritt. Doch gerade während der Hochsaison ist er dringend auf Hilfe angewiesen. Vor dem Trocknen müssen die Stiele einzeln entfernt und die mangelhaften Paprika aussortiert werden. Dabei helfen ihm Arbeiter aus dem Dorf. Hát én nyugdíjas vagyok, én csak így kis nyugdíjkiegészítés. Most én a héten kezdtem, de minden olyan fáj már. Szóval, az egész családom itt van. Hát ilyen 7-8-an el vagyunk itt. Und die haben heute eigentlich Dienst. Hát most például a lányoknak voltak egy kis dolgok, egy unokák, gyerekek vannak, és gondolom az miatt. Ihre Freiheit ist den Arbeitern oft wichtiger als der Job. Hát majdnem mindegy cigány család az egész. És akkor úgy, ha nem volna jó, akkor nem jönnék ide dolgozni. Persze, hát egyértelmű. Mi szeretünk itt dolgozni a Petinek, mi volt csávó. Vagány, fiatalos. Die meisten Ungarn wollen nicht in der Landwirtschaft arbeiten. Zu hart ist der Job. Nur die Roma kommen, wenn auch nicht regelmäßig. Ihr Geld wollen sie immer sofort. So sind sie jederzeit frei zu gehen.
Wenn Peter mehr Zeit hätte, könnte er sich ums Marketing kümmern. Neue Kunden finden, mehr Paprika verkaufen. Doch wegen des Arbeitskräftemangels ist er gezwungen, bei jedem Arbeitsschritt selbst mit anzupacken. Auch sonntagmorgens. Peter steht schon seit 4 Uhr am Mahlgerät. Die Paprika müssen 4-mal langsam durch die moderne Mühle. 2 Durchgänge am ersten Tag, abkühlen lassen, 2 Durchgänge am nächsten Tag. Nach 4 Tagen sind 400 Kilogramm gemahlen. Hat das erste 5-6 évben én próbálkoztam nagyon sok emberrel rájuk bízni, de egyik sem ütötte meg a mércét. Ha kitettem a lábam az üzemből, már 80 fokon szárítottak, nem pedig 45 vagy 48, mert siet foci meccsre. A másik nem úgy pakolta, sokat pakolt a tálcára, akkor a felső része száradt, az alsó része nem száradt, azt már megfőztük, ott már kisárgult a paprika, és akkor a veszteség ilyenkor, hogy nem tudom kitermelni a bérét. Deshalb ist Peter immer da, auch wenn das bedeutet, dass sein Familienleben viele Monate im Jahr auf Eis liegt. Az évközbeni munkálatok, már úgy be vagyok gépesítve, hogy szinte minden nap otthon tudok lenni, viszont a szüret és a szárítás őrlés időszakában van 2,5 hónap, amikor sajnos itt kell laknom az üzembe. Hát akkor vannak konfliktusok a gyerekek. Hát a gyerekeknek nagyon hiányzom, mert a feleségnek abszolút. Seine Familie wohnt in einer Kleinstadt, 40 Kilometer entfernt. Während Ernte und Trocknung hat Peter keine Zeit zu pendeln. Nachts muss er alle 3 bis 4 Stunden aufstehen, um die Paprika im Trockner zu wenden. Damit die Zeit der Trennung möglichst kurz ist, arbeitet er jeden Tag und braucht jeden Tag Nachschub für den Trockner. Doch die Arbeiter, die Paprika sortieren sollten, sind heute nicht gekommen. Fölhívtak telefonon, hogy tegnap picit többet ittak a kereténél. Jó, itt a hétvége, de megint egy bizonyíték arra, hogy nagyon szeretnének dolgozni, de vannak olyan napok, hogy ezzel nem tudok mit csinálni. Tehát egyszerűen nem jön el. A tegnapi csutázás adagot nézem, az ma reggel bement a szárítóba, de hogy folyamatos legyen a történet, holnap reggel is be kellene pakolni, de most nem fogok tudni, mert nem lesz kész anyag, amit be tudunk tenni a szárítógépbe, és ez már egy nap kiesés. Samstag oder Sonntag, die Paprika warten nicht. Vater Lotzi prüft, ob die letzten Schoten reif sind. Túlzásba nem lehet vinni bele, mert akkor nagyon erős. Tehát ha az ember az erősség hatására nem érzi a többi ízt, akkor én úgy veszem észre, nincs nagyon értelme. Nicht jeden stört das. Billige industrielle Paprika dominiert den Markt. Für Lotzi schwer zu ertragen. Nagyon nagy károkat okozott a magyar paprikának a külföldről behozott szenny, az úgynevezett szennypaprika. Nem tudok másképp mondani, mert láttam egy-két paprikát Kínából, Spanyolországból, esetleg Indiából is behoznak már. Aromára meg se közelíti a magyart, de volt olyan paprika, amelyik büdös volt, penészles volt és büdös, mert az az utóérlelést mindenki próbálja kiugrasztani, tehát minél kevesebb költsége legyen. Például Spanyolországban szabadon a napon szárítják a paprikát. Most ez azért nem jó a nagy 30-40 fokon, mert a belső része az vizes és erjed. Erjed, mint a szőlőt, amikor lebogyózzák, erjed. És a belső erjedés hatására penészlesedik. Immer wieder mischten auch ungarische Hersteller illegal chinesisches Pulver in ihre Produkte und etikettierten es einfach um. Davon ist Peter überzeugt. Für Lotzi ein Trauerspiel. Die Paprika ist Teil seiner Identität. Doch jetzt hat er andere Sachen im Kopf. Seine Enkelkinder kommen zu Besuch. Hey, hey, hey. Chichi, chichi. Peters Frau Sophia leitet eine Sprachschule in der Stadt und kümmert sich um die Kinder Blanka und Ballas.
Die Frau eines Paprikabauern zu sein, nicht einfach. Egyébként, tehát nem túl gyakran jövök ide Péterhez, mert még arra sincs idő, amit otthon elvégezzek egyedül, amikor ő itt van. Tehát én ezt utálom, ezt, amikor ő itt van. Tehát ezt én nem bírom. Alig várom, számolom a napokat, amikor hazajön, mert... Kivel alszom? Kicsi, kivel, anyáddal? Mi? Anyáddal alszom. Csóra van szépen. Apa, jog szövít. Apa, jog szövít. Hű, de mindig. Majd leveszlek. Na, igen, hát nincs olyan óra, hogy ne gondolnék rájuk. Szeretnék a paprikával kevesebbet foglalkozni, ez évek óta tervben van, és én már próbáltam eladni az üzemet is, de év végén mindig annyi dicsérő levelet kapok, meg ajándékot, hogy ez megint, na akkor majd még jövőre lesz. Paprika Peter ohne Paprika, für seine Familie unvorstellbar. Szexed, tehát mindenkinek úgy van elmentve a tele, hogy ő a paprikás Peti. Úgyhogy mindenki tőlünk vásárol, mert ugye egyetlen paprikás. A lelkem mélyén ott van, hogy kellene termelni. Tehát, hogy a magyar fajta ne vesszen el, de annyi akadályba ütközünk, hogy ez egyszerűen idegtépő. Sok helyen tényleg válláshoz vezet, tehát családok szétmennek a sok munka, az ideg, a stressz miatt, és ezért adják fel. Szerelmes a paprikába, tehát neki előbbre van, én úgy érzem, és sokszor mondom neki, hogy mindig a paprika. Tehát az bármilyen döntés van, egy nyaralást el kell halasztani, egy közös programot, családi programot, vagy egy utat, bármit, mert hogy locsolni kell, vagy szüret van, vagy szárítani kell, az mindig előrébb való. Én ezt megértem, remélem majd ezt vissza is kapom, majd valamit. Na szóval, hogy csak mit. Aber noch ist Ernte. Um der Familie wenigstens ein bisschen mehr Zeit zu schenken, macht sich Großvater Lotzi auf zum Paprikafeld. Im Auftrag seines Sohnes will er dort nach dem Rechten schauen. Auf dem Feld herrscht gute Stimmung. Vorarbeiterin Margit streamt live in den sozialen Medien. Der Besuch stört sie nicht dabei. Sie weiß, Peter und Lotzi sind froh, wenn sie überhaupt Arbeiter haben. És akkor kicsit azért felügyeljenek el őket, mert ha nincsenek felügyelet, akkor kicsit lazábbak. Hajlamosak arra, hogy esetleg többet ülnek, meg többet cigarettáznak. Lotzi packt mit an, so wie schon sein ganzes Leben. Peter hat mittlerweile seine Familie verabschiedet. Melyik a hang, gyerekek? Kicsit halkítsátok le. Mert a zene csak. Ha ma három konténert megszedtek, akkor meg leszek elégedve. Az alatt nem. Hát akkor szomorú leszek. Akkor itt maradtok. Jó? Paprikabauern haben mit vielem zu kämpfen, auch mit dem Wetter. Klímaváltozás jön szóba, hogy eddig egy 7 éves átlagban
kimondhattuk, meg bizonyítottuk is, hogy egy 5 év nagyon jó év volt, és 1-2, ami kicsit gyengébb volt a keleténél, de most már minden évben van vagy korai fagyunk, vagy rengeteg eső, amivel nem tudunk mit csinálni. De nem is az a baj, hogy rengeteg, hanem az, hogy egy-két nap alatt jön le a 2 havi mennyiség, és ezt a növény, meg a talaj nem tudja sajnos kezelni. Im Mai zerstörte Hagel den Großteil von Peters Pflanzen. Obwohl er seit 12 Jahren seine Beiträge zahlt, weigert sich die Versicherung, ihn zu entschädigen. Jetzt hat er den Vertrag gekündigt. Annak ellenére, hogy 1/3 szedtem, de a jégverés után még így mondhatni, hát nem boldog vagyok, de örülök, hogy ennyit tudtam szedni. Úgyhogy az idén picit futunk a pénzünk után. Aber das ist noch nicht alles. Auch die Konkurrenz durch illegale Paprikatrockner zieht die Preise nach unten. Die Täter? Ältere Menschen, die ihre Rente aufbessern müssen, Familien, die schon immer Paprika angebaut haben und ihr Pulver schwarz verkaufen. Tehát, hogy egy nagyon kicsi vállalkozónak nincs pénze minőségi szárítóra, minőségi darálóra, hiszen otthon próbál mindent kézzel megoldani. És a higiéniai körülményekbe látom én a hibát. Tehát, hogy egy nagyon régi ventilátor, ilyen fatüzelésű kazán, meg hogy a garázsból kitoljuk a Suzuki-t, és ott szárítjuk a paprikát, aztán egy olyan termény darálóval darálom le, amivel a disznóknak és a tyúkoknak darálom a kukoricát. Tehát... Das Paprikapulver, das so produziert wird, ist billig. Peter, der in Qualitätsgeräte investiert hat und Steuern zahlt, muss sein Pulver teurer verkaufen. Qualität ist seine einzige Waffe. Seine Kunden, Restaurants und Feinschmecker, zahlen für Bio- und Premium-Qualität gerne das Doppelte. 30 Euro pro Kilogramm. Um die Qualität zu sichern, muss der Boden gesund bleiben. Für Peter Szabo ist es wichtig, ihn immer wieder zu regenerieren. Hát a föld nekem életet jelent. Hát most a második betakarítás után lemulcsózzuk a paprikát, hiszen ennek az a lényege, hogyha nagyon apró darabokra zúzzuk a növényi szárat, az be lesz dolgozva a talajba, egy ilyen 3-5 centi vastagon, és akkor az előbb-utóbb nekünk humusz lesz. Tehát, hogy ne kelljen megint a műtrágyákhoz nyúlni, hanem próbálunk mindenféle növényi szármaradványt úgy a talaj tetején hagyni, mint egy takaró. Wegen des Klimawandels müssen die anderen Bauern in der Gegend ihre Felder immer häufiger bewässern. Peter aber hat sich eine andere Bodenstrategie ausgedacht. Er reichert seinen Boden mit Vulkangestein aus dem Balaton an. Ebben nagyon sok ásványi anyag van, és ennek a pelletnek az a lényege, hogyha 1 kilónyi pelletet kísérletképpen beleteszünk egy műanyag vödörbe, és arra ráöntünk 3 liter vizet, tehát az 1 kilóhoz 3 liter vizet, az nagyon szépen megdagad, és még a napon is nagyon sokáig tudja tartani a nedvességet. Nur wenn es sehr trocken ist, muss er wie die anderen Landwirte Wasser aus dem Kanal pumpen. Die sogenannten toten Arme der Donau sind ein Relikt der Sowjetzeit. Das System geriet nach der Wende in Vergessenheit, aber heute ist es für die Landwirtschaft unverzichtbar. Der nächste Morgen. Peter liebt seine alten Trecker, die er gebraucht in Deutschland gekauft hat. 2 pici traktorom, az egyik 52 éves, a másik 39, venni pedig itt vagyok 12 éve, tolom a szekeret szó szerint, kézzel, lábbal, foggal hétvégén. A téli időszak az, ami kicsit lájtosabb, de a mai napig nem tudok oda jutni, hogy új gépet vegyek. Das Leben als Kleinbauer ist schwer. Auch zusätzliche Hilfe vom Staat. Für ihn eine Seltenheit. De a számunkra úgy problémák, hogy egyszerűen annyira bürokratikus a rendszer, annyi papírmunka van, annyi helyről kell kérni árajánlatot, és egyszerűen ezek a buktatója. És mindig
a kiírásokban vannak feltételek, és hogyha csak egy feltétel nem adott, akkor szinte nem tudunk nyerni, és mindig az van, hogy de miért nem, tehát hogy mi az az oka, hogy miért mi nem, tehát hogy miért mindig a nagyok hosszáll a pénz. Tehát ez örök kérdés marad mindig a számunkra. Die Folge: Die Kleinbauern geben auf und verkaufen ihr Land an große landwirtschaftliche Unternehmen, die Getreide anbauen, für das sie kaum Arbeitskräfte benötigen und trotzdem EU-Gelder bekommen. Der Gemüseanbau in Ungarn verschwindet nach und nach. A gyerekemnek nem kívánok egy fűszerpaprika termesztői állást, ebbe biztos vagyok. Azért nem kívánom nekik, mert ez, tehát én kitartok. Tehát amíg az én izomzatom meg az akarat erőm bírja, az kitartok, de hogy nem jósolok sok jó jövőt a magyar mezőgazdaságnak, ha ilyen úton haladunk, akkor abszolút, én le is beszélem róla őket. Tehát ez egy ideg, ez egy nyűg jelen pillanatban, és a másik, ez egy életforma. Tehát valaki rászánja azt a 10 hónapot, hogy alig van otthon. Die aussortierte Paprika verteilt Peter als Dünger auf dem Feld. Wie schon seine Vorfahren. Hát, mi lesz ezzel a tudással? Hát én nagyon bízom benne, hogy az utó generációból lesz egy olyan utolsó mohikán, mint én. Mondhatni, egy olyan hülye, aki ezt viszi tovább, ezt az egészet. És nem... Tehát harcolunk foggal körömmel azért, hogy ez megmaradjon, hiszen ez egy magyar tradíció. Tehát, hogyha ez elvész, akkor már nagyon-nagyon nagy baj van a világban. Az egy nehéz itt tényleg beszélni róla, mert tudom, hogy ez csődbe fog menni. Én kitartok, amíg kitartok, de a többiek azok tudti, hogy nem fogják csinálni. Tehát sajnálom őket azért.